Rákóczi Szövetség március 13-án az Országház felsőházi termében emlékezett Esterházy János mártírsorsú felvidéki politikusról. A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden évben, így idén is Esterházy János életműve és személyisége előtt tisztelegve, Esterházy díjat adományozott olyan személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek a felvidéki magyar közösségek szolgálatában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve a mártírsorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért és az ő szellemében a kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért kimagasló tevékenységet fejtettek ki. A Rákóczi Szövetség 2022-ben Esterházy díjat adományozott Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek részére mindazért, amit a kereszténységért tett és tesz, különös tekintettel is a magyarság és Európa lelki megújulását szolgáló eukarisztikus kongresszus megrendezéséért. Csak az a nemzet érdemel jobb jövőt és örök életet, amely értékelni tudja nagyjait, és amely szem előtt tartja példaértékű szorgalmukat. Ma, amikor azért jöttünk össze, hogy Erdő Péter bíboros úr átvegye az Esterházy János díját, megköszönjük az Úristennek azokat az adottságokat, amelyekkel őt megajándékozta. Meghatottan értesültem róla, hogy engem akarnak ezzel a díjjal megtisztelni az idén. Az a helyzet, hogy Esterházy János történetével és a boldogálgatási ügyjel a korábbi évtizedekben már többször foglalkoztam. Most ennek alapján kialakult bennem egy olyan kép, hogy Esterházy János a közéletben is felelősséggel működő, de katolikus hitéből élő és dolgozó világi embernek a példaképe. Az idei emlékünnepség keretében Esterházy díjban részesült továbbá Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke. Én magam nagyon örülök és boldog vagyok, hogy most közeledve 80. életévemhez és több mint 30 éve dolgozva ebben az egyesületben én is megkapom ezt a kitüntetést, és külön örülök annak, hogy Erdő Péter bíboros úrral együtt kaphatom meg, mert az ő személye azt hiszem a díj és kitüntetés értékét is emeli, és szerintelenül mondhatom, talán az ő fényében sütkérezem most én is. Az emlékülésen ünnepi beszédet mondott Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes. Méltató beszédet mondott Orosz János nagyszombati érsek, valamint Molnár Imre történész, Esterházy kutató.